No hát, akkor a következő példában nézzünk néhány egyszerű dolgot. Nézzük meg, hogyan működik függvényel egy egyszerű összeadás, kivonás, szorzás, osztás. No hát, kezdjük is kitölteni ezt a táblázatot. Beállok ugye ebbe a cellába, és ebbe az első cellában az A, 2, meg a B2-nek az összegét szeretném látni. Beírom az egyenlőségjelet, ugye ezzel mondjuk meg az Excelnek, hogy itt egy ö, parancs, egy függvény fog következni, nem pedig egyszerű adatbevitel, és akkor begépelem, hogy A2, meg B2. Nem teszek dollárjegyet sehova, mert hogy azt szeretném, hogy ez relatív hivatkozás legyen, és amikor ezt a függvényt, ezt másolom le végig a sorokba, akkor szépen folyamatosan menjen lefele, hogy a következő sorban A3B3, aztán A4B4, A5B5 és így tovább és így tovább szerepeljen ütök egy entert, és az Excel nagyon szépen kiszámolta nekem, hogy nulla meg nulla összege az tényleg nullára jön ki. Na hát most beállok erre a cellába, és a jobb alsó sarokban lévő kis négyzetre kattintva ezt a képletet ezt tudom másolni. Másoljuk is le mondjuk hittáig, és akkor nézzük meg, hogy minden rendben van-e. 1 meg 50 az tényleg 51, és ha megnézem, akkor tényleg a következő cellában az A3B3-ra történik a hivatkozás, 2 meg 100, 102, és így tovább, és így tovább. Természetesen nem csak kettő cellát lehet így összeadni, hanem több argumentuma is lehet így egy, egy, egy műveletnek, tehát egyenlőségjel A2 meg B2, meg C2vel, akár három cella összege is összeadható lesz. Vagy majd meg fogjuk tanulni, hogy egyébként a szum függvényel is ugyanezt meg lehetett volna tenni. Na hát megint csak le belépek vissza a cellába, és akkor másolom le a függvényt, és lehet látni, hogy gyönyörűen mindenhol a három cellákat összeadogatta. Következőnek nézzük meg, hogy hogyan kezeli az Excel azt, hogyha üres cellával találkozik. Ezt a kettőt ezt jelöljük ki, és húzzuk le egy cellával lejjebb, és akkor lehet látni. Ugye itt ugye A, B van összeadva, az természetes, hogy ugyanaz az érték, hiszen 9 meg 450, meg ebben a sorban is 9 meg 450 szerepel, az 459 mind a két sorban. De nézzük meg ezt a Kettő cellát lehet látni, hogy itt a 9, meg 4,50, meg egy 0 lett összeadva, 4,59-re jön ki az összeg, és hasonlóképpen nullának tekinti ezt az összeget akkor, hogyha csak üres cella szerepel itt, tehát 9, meg 4,50, meg üres cella, és 4,59-re jön ki értékként. Sőt, egyébként, hogyha ezt az egészet másolom lefele, akkor lehet látni, hogy ide is nulla került, pedig itt két üres cella lett összeadva egymással, azért, mert az Excel az üres cellákat az összeadás során nullának fogja tekinteni, és akkor ennek megfelelően két üres cella összege az nulla összeggel fog kijönni. Erre például nagyon kell figyelni, amikor mondjuk hiányzó értékek vannak az adatbázisotokban. Na hát nézzük meg az osztást következőnek, kiteszem az egyenlőségjelet, és miután az szorzás, osztás az ugye előbbre való művelet, mint az összeadás kivonás, ha azt szeretném, hogy előbb ez az összeadás történjen meg, és utána az osztás, akkor azt úgy tudom elérni, hogy az összeadásomat azt egy zárójelben fogom elhelyezni, és akkor utána teszem ki ezt az osztás területet. Az, hogy kisbetűvel vagy nagybetűvel írjátok, teljesen mindegy az Excel számára, úgy is ki fogja javítani nagy betűre. Ütök egy entert, és nagyon szépen kijött a nulla, mert hogy nulla meg nulla az nulla, osztva 18 al az még mindig nulla. Na hát ezt megint csak húzom lefele, és most már idáig fogom lehúzni nagyobbra állítom, és akkor lehet látni, hogy ö, itt az elején tök szépen számolta, 1 meg 50 az 51 elosztva 16-tal, az 3,1875, és így tovább, és így tovább, de itt alul kaptunk 3 hiba hibaüzenetet. Az első hibaüzenetet azért kaptuk, mert 9 meg 4,50 az 4,59 elosztva nullával, ugye nullával nem lehet osztani, ezért kaptuk ezt a zéró osztó hibaüzenetet. Hasonlóképpen zéroosztó hibaüzenetet kapunk akkor, hogyha üres cellával próbálunk osztani. 9 meg 450 az 459, és az üres cellát pedig nullának tekinti az Excel, Ennek eb legalábbis ebben az esetben, és akkor ennek megfelelően az üres cellára, cellával való osztást is zéróosztó hibaüzenettel fogja majd leválaszolni. A harmadik esetben is ez a kettő nulla, ez nem probléma. Ez a kettő üres cella. Ezzel van összvíz probléma, tehát hogyha ide én beírok valamilyen számot, akkor lehet látni, hogy megoldódik ez a hibaüzenet, mert hogy összeadást lehet az üres cellákkal végezni. Nulla meg nulla az nulla, elosztva 12-vel nulla marad az összeg. A probléma az összvisz azzal van, amikor üres cellával vagy nullával gyakorlatilag ugyanazt jelenti ebben az esetben próbálok osztani. Na következőnek nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha az összeadásba véletlenül valamilyen nem számformátumú adat is belekerül, például bekerül az adatok közé egy betű. Hát húzzuk lejjebb ezt az AB-t is, és akkor lehet látni, hogy erre is egy hibaüzenetet kaptunk, ez az értékhibaüzenet. Az értékhibaüzenetet tipikusan akkor szoktuk kapni, amikor valamilyen nem számformátumú dologgal, nem megfelelő formátumú dologgal próbálunk műveletet végezni. Például egy betűt szeretnék egy számhoz hozzáadni, mint ebben a példában. Amikor ilyen hibaüzenettel találkozol, akkor mindig érdemes az adatokat végignézni, mert nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk az adatbevitel során véletlenül mondjuk oda kerül mögé egy pont. De az ilyen hibákat esetleg észre sem veszed magában az adatbevitelben, viszont amikor utána összepróbálod adni az értékeket, akkor ö, gyönyörűen hibaüzeneteket fogsz rákapni. Végül nézzük meg, hogy az Excel hogyan kezeli azt, hogyha dátumokhoz szeretnénk hozzáadni ö, számokat. Álljunk be mondjuk ebbe a mezőbe, és akkor mondjuk azt, hogy ez egyenlő. Nem muszáj begépelned azt, hogy A15, hanem nyugodtan egyszerűen rá is kattinthatsz az A15-ös mezőre, és akkor az Excel beviszi, hogy ez az A15, amire hivatkozol. Kiteszem a plusz jelet, és utána ezt a 3-at még hozzáütöm, és akkor entert ütök, és lehet látni, hogy május 8 át fog kiírni. Nézzük meg ezt kicsit másképp, mert gyakorlatilag azt is megtehettem volna, ugye itt már szerepel ez az A14 meg B. 14, hogy egyszerűen ezt lefele húzom, és akkor lehet látni, hogy függvényileg ugyanaz A15 meg B15 jelent meg, csak hogy mégsem ugyanaz ez a két mező. Ide május 8-át írt, itt meg 43.959 szerepel. Itt gyakorlatilag ugyanannak a május 8-nak két megjelenési formáját látjuk. Ez cella formázás alapján dől el. Gyakorlatilag az Excel a dátumokat elég speciálisan fogja kezelni. A dátum, minden egyes dátum, az gyakorlatilag egy számadat, és az a számadat ahány nap eltelt 1900. január 1 -e óta. És 2020. május 5-én pont 43.956. napra voltunk 1900. január 1 -től. És ehhez a 43.956-hoz adtuk hozzá ezt a hármas számot. És itt a formátuma. Ennek az adatnak, ez egyszerűen általános formátum, számformátumban látjuk, itt pedig dátumformátumban látjuk ugyanazt. Magáról a dátumkezelésről lesz egy külön videó, ugyanígy lesz majd egy külön videó a cellaformázásról is, ahogy ezt az egészet lehet kezelni. Tehát, hogyha belépek a cellaformázásba, és azt mondom, hogy ez legyen dátum, és mondjuk kiválasztom ezt a mondjuk ezt a formátumot, akkor lehet látni, hogy ez a 43 ezer valamilyennyi szám, ez szintén a május 8 adatnak felel meg, mint ahogy itt is. Tehát május 5 meg 3 az mind a két számolással május 8-át eredményezett. Általában bármilyen függvényt használtok, érdemes kipróbálni azt, hogy ez a függvény, ez hogyan kezeli az ilyen specifikus eseteket, például azt, hogyha egy üres cellával találkozik, vagy ha nem számformátumú dolgokkal ö, találkozik, mert hogyha ha véletlenül az adatait közé keveredik üres cella, betű, szám, dátum, Szám persze, hogy keveredik, akkor az könnyen torz eredményre vezethet, amikor vakon anélkül, hogy ezeket ellenőriznéd, függvényeket használsz. A hibaüzenetektől nem kell megijedni, viszont ki kell deríteni azt, hogy egy-egy hiba üzenetet miért kaptunk. Mert gyakran olyan adatkombinációk jelei, melyekre nem gondoltunk, például arra nem szoktunk gondolni két magasságadat összeadásakor, hogy az egyikben véletlenül benne maradt a szóközés, ezért valójában az nem szám, hanem valami szöveges formátum, és ezekre az esetekre, amikor nem számmal találkozik az Excel, ezekre Általában valamilyen speciális utasítást kell adni. Például, hogy mit kezdjen a hiányzó értékekkel, mi történjen akkor, hogyha üres cellába fut, ezekre ö, különböző speciális megoldásokat, speciális utasításokat lehet adni.